fogtam a kis fejét, akkor hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. A kislány meztelen testét itt az utca mögött folyó patakban találta meg a saját anyja még pénteken, a nőt sokkolta a borzalmas látvány. Ebben laknak, de hátul van egy kis szoba. A meggyilkolt kislány családjának házát mutatta az egyik szomszédjuk, a férfi ismerte a támadót és az áldozatot is, ugyanúgy, mint mindenki az utcában, unokatestvérek voltak, azt mondja, voltak problémái a fiatal embernek. Ez az ember sajnos olyan volt, ilyen pszichopata. Ez volt is börtönben, amit 2 évet leült, tudja, drog végett, teljesen megbolondult. A gyilkossággal gyanúsított férfi megpróbált öngyilkos lenni, miután megölte a kislányt. Erről beszélt még az eset másnapján egy utcabeli nő. Bejött, megfogta a kés, élesbe fölvágta az erejét. A nyakát. És hát szerintem, hát ha valaki maga, hát ezért akarta magát megölni, mert megbánta. Az ügy miatt vasárnap tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Kiderült, hogy a gyanúsított férfi még a 20. életévét sem töltötte be, és csak részben ismerte be a gyilkosságot. Helyszíni intézkedéseink és a tanúkihallgatások során egy 19 éves szexuális férfi gyanúsított kihallgatására, majd bűnügyi őrizetbe vételére került sor. A hatóság és a helyiek viszont biztosak abban, hogy ő volt a tettes. Úgy tudjuk, a támadó hozzátartozóit életveszélyesen meg is fenyegették az utcabeliek, ezért a rendőrség vezetője különleges intézkedéseket rendelt el. Az eset kapcsán tekintettel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára a szexuális rendőrkapitányság vezetője a bűncselekmény elkövetésének tágabb környezetében elrendelte a 24 órás rendőri jelenlétet a közrend fenntartása érdekében. Megöltöd a lányomat! Megöltöd a lányomat! Egy utánat megyek a börtönbe! Az áldozat dühös hozzátartozói várták hétfő délután a bíróság előtt a gyilkossággal gyanúsított férfit. Rengeteg rendőr biztosította a helyszínt. A kislány nővére azt mondta, egy téglával verte agyon a testvérét a gyilkos. Téglával? Nem tudom. Le volt dobva a nagrágja neki. Kis bugyját eldobta, a tiszta vér volt, mindene. Belemosolygott a kamerába a 19 éves gyanúsított, miután kiszállt a rendőrségi kisbuszból, nem sokkal később pedig a nyelvét is kinyújtotta a helyszínen dolgozó operatőrökre. A bíróság most arról döntött, hogy letartóztassák-e 30 napra. A tárgyalóteremben nem engedtek be újságírókat, utána viszont a szexádi törvényszék és a Tolna megyei főügyészség közös sajtótájékoztatót tartott. A szexádi járásbíróság nyomozási bírája 1 hónapra rendelte el a gyanúsítottnak az előzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gyanúsítható az erőszakos cselekménye, amelyet a jelenlegi minősítés alapján a törvény 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A büntetett előéletű férfi szabadlában hagyása esetén a bíró szerint újabb bűncselekményt követhetett volna el. 2017-ben egyébként már gondnokság alá helyezték, mert egy másik ügyében a szakértő pszichés zavart állapított meg nála. Most ezt is figyelembe vette az eljáró bíró. Jelenleg BV intézetben kell ezt a letartóztatást végrehajtani, azonban a nyomozási bíró rendelkezett arról is, hogy a gyanúsítottat az elme megfigyelés céljából, majd amennyiben előre egyeztették, későbbiekben át kell szállítani az igazságügyi elme megfigyelő intézetbe, szintén 1 hónap időtartamra. A férfi eddig ismeretlen indokkal csalt el a 6 éves kislányt a házuktól a patak partjára, ahol végzett vele. Ezt követően kezdte el bántalmazni. A bántalmazás során valamilyen eszközt használt, ahogy hallottuk, ennek a beazonosítása egyelőre nem történt, meg az a nyomozás további feladata. Ezzel az eszközzel legalább 6 alkalommal ütötte meg a fején a sértettet. Az ügyész most arról is beszélt, hogy a gyilkos valóban megpróbált öngyilkos lenni. Amikor a gyanúsított értesült arról, hogy a holttestet megtalálták, ő egy önsértést követett el. A férfi tehát 30 napig már biztosan börtönben marad, de tettéért akár 20 év börtönt is kaphat. Eközben az interneten a kislány családjának ismerősei gyűjtésbe kezdtek, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő szülők méltó módon tudják eltemetni a 6 éves áldozatot.